teltház előtt sokadik alkalommal rendezték meg a Szemlélődők irodalmi estet a Malom közösségi térben, amely során ezúttal az Újbudai Önkormányzat munkatársa Sárhelyi Erika olvasott fel verseiből. A líra szerinte a prózával és a dráma műfajával együtt egyre közelebb kerül az olvasóközönséghez. Én nagyon pozitív változást észlelek, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy a ma kortárs költői nagyon közel hozták a költészetet, tehát elég megnézni egy könyvesboltot, és most, hogy neveket említsek, mondjuk Lackfi Jánosnak a köteteit, vagy Kisirutas Ágnesnek a köteteit is viszik, úgyhogy szerintem abszolút beleilleszkedik a mai művészeti életbe, vagy elég arra gondolni, hogy a versmegzenésítésnek is milyen sikere van ma, úgyhogy én nagyon örülök ennek. Az eseményen Tóth Sándor Péter mandolin és Péter Almási Fruzsina énekes zenei aláfestésével csendültek fel Sárhelyi Erika versei. A program védnöke Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő volt. Ő is abban bízik, hogy a művészek a közösségi házak eseményeinek köszönhetően továbbra is pezsgésben tartják a kerület kulturális életét. De elsődleges szempont, hogy a helyi művészeket, itt élő alkotókat mutassuk be. Úgyhogy ezért nagyon fontos, és maga ez, hogy más műfaj is megjelenik, mondjuk nem csak szép irodalom, hanem a zene, ez egy egészen különleges hangulatot ad ezeknek a esteknek. A jövőben fiatalok számára indított novella író pályázatot írnak ki. A versenyt többek között a kerület iskolás tanulói körében hirdetik meg. Szeretnénk azt, hogyha vannak ilyen rejtett a fiók számára írt művek, vagy olyanok, amelyek már valamilyen módon publikálásra kerültek, akkor igazából valaki, akinek ez örömet okoz, egy új művel jelentkezhet, és akkor ez egy novella pályázat lesz, és akkor szeretnénk azt, hogyha minél több fiatal jelentkezne ezen a pályázaton. Ez meg fog jelenni az Új Buda médiában, mondom, megkeressük az iskolákat ezzel kapcsolatban, és akkor reméljük, hogy június végéig minél több pályamű érkezik. A pályaműveket június 30-áig lehet beadni. A nyertesek névsorát várhatóan szeptemberben hirdetik ki.